Texas szerte mindenfelé hatalmas tömegek fogadták a George H.W. Bush koporsóját szállító vonatot. A szerelvényt az a mozdony húzta, amelyet 13 éve az Egyesült Államok 41. elnökének tiszteletére 41-41-es számmal állítottak forgalomba. Az idősebb Bush testét 130 kilométeren átvitték Houstonból végső nyughelyére, a College Station-i elnöki könyvtárba. A 94 éves politikust idén tavasszal elhunyt felesége és 1953-ban 3 évesen elvesztett kislánya mellé helyezték örök nyugalomra.